Sziasztok! A mai az ismét egy picit ilyen kötetlenebb beszélgetős videó lesz. Készülök már egy ideje erre a videóra, de ez a téma is egy picit nehéz számomra. Nagyon sokan kérdeztek tőlem testvérféltékenységgel, illetve ideális korkülönbséggel kapcsolatban. Úgyhogy ebben a videóban igazából erről lesz szó, ezeket a témákat fogom érinteni. Próbálok minél több mindent megosztani veletek, azt is, hogy nálunk hogyan alakult, illetve alakul a gyerekek kapcsolata, tippeket vagy tanácsokat, amik szerintem hasznosak lehetnek, hogyha testvér érkezik a családba. Nyilván ebben a videóban az én meglátásaimat, az én tapasztalataimat fogjátok hallani. Hogyha nektek más tapasztalatotok van, akkor mindenféleképpen osszátok meg velem, illetve a többiekkel kommentben, mert nagyon hasznos az, hogyha az ember egy adott témát több oldalról is láthat. Na de nem is húzom tovább az időt, mert attól tartok, hogy ez egy eléggé hosszú videó lesz. Én nem szoktam előre megírni a videóimnak a témáját, vagy azt, hogy miről akarok beszélni egy videóban, úgyhogy nagyon remélem, hogy nem fogok semmi fontosat kihagyni, de előre is elnézést kérek, hogyha esetleg egy picit csapongó lesz ez a videó. Arról már meséltem nektek, hogy mi mindig is kettő gyereket szerettünk volna a férjemmel, ugye ezt láttuk otthon is, hiszen neki is egy testvére van, meg nekem is, és úgy gondoltuk, hogy ez egy ilyen jól működő dolog lehet. Aztán amikor kiderült, hogy lombikoznunk kell, akkor én nagyon-nagyon megijedtem, mert attól féltem, hogy mi van, hogyha egyáltalán nem lehet gyerekem, és igazából akkor csak az járt a fejemben, hogy lehessen legalább egy gyerekünk, és akkor én már nagyon-nagyon boldog leszek. Picit talán reménykedtem abban titkon, hogy ikrek lesznek, és akkor ugye egy csapásra meg lesz a két gyerek. Hát végül nem ikrek lettek, de szerencsére ugye az első lombik beavatkozásunk sikeres volt, így született meg Lili 2015. január 4-én, ő most már ugye 3,5 éves. Egy ideig nem is nagyon foglalkoztunk ezzel az egész testvér témával, tényleg nagyon örültünk, hogy sikerült lombikkal elsőre teherbe esnem, és hogy született egy gyönyörű kislányunk. De aztán, ahogy növögetett Lili, azért így időről időre eszembe jutott, hogy talán azért mégiscsak jó lenne egy testvér. Viszont abban nem voltam biztos, hogy még egyszer végig akarom csinálni a lombik procedúrát, ez azért egy eléggé megterhelő folyamat volt, mind anyagilag, mind lelkileg, illetve azért testileg is. Elég sokat beszélgettünk a férjemmel, és úgy döntöttünk, hogy megpróbálkozunk egy második gyermekkel is. Én megkérdeztem a nőgyógyászomat, hogy van-e valamilyen időkorlát, hogy mennyi időnek kell eltelnie a két szülés között, és 2 évet mondott, úgyhogy én ehhez igazítottam magamat. Úgy döntöttünk a férjemmel, hogy nem megyünk egyből lombikra, hanem adunk magunknak 1/2 évet, vagyis megpróbálunk természetes úton teherbe esni, és hogyha esetleg nem sikerül, akkor utána még mindig elgondolkozhatunk azon, hogy belevágunk egy újabb lombikba. Szerencsére a 3. hónapban teherbe estem, és nagyon-nagyon boldog voltunk, mert igazából én nem is mertem ebben reménykedni, hogy tényleg összejön természetes úton. Megmondom őszintén, hogy én a kezdetektől, ahogy eldöntöttük, hogy szeretnénk Lilinek testvért, én biztos voltam benne, hogy nem lesz egyszerű. Ugye Lilinek eléggé erős személyisége van, ő egy nagyon karakán kis csaj, és tényleg imádni való, de ugyanakkor néha nagyon nehéz vele, és biztos voltam benne, hogy féltékeny lesz, és nem lesz egyszerű ez az egész testvér dolog. Ugyanakkor bíztam magunkban, és bíztam abban, hogy sikerül majd ezt az egész helyzetet kezelni. Sose felejtem el, hogy amikor elmondtam a férjemnek, hogy babát várok, ez egyébként a férjem születésnapján volt, akkor Lili 1,5 éves volt, mondtam Lilinek is, hogy baba van a pocakomban, és hogy kis testvére lesz. És hát azért 1,5 évesen szerintem ezt ő még azért így elsőre nem hiszem, hogy felfogta, hogy ez mit jelent, hogy egy baba van a pocakomban, és neki testvére lesz. Ő is nagyon örült, meg nevetett, valószínűleg azért, mert látta, hogy mi örülünk, és mi is nevetünk. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a gyermekünket felkészítsük arra, hogy neki testvére lesz, hogy meséljünk neki erről,
az életkorának megfelelő szinten. Tehát én nem gondolom azt, hogy mindenről tudnia kell, és folyamatosan el kell halmozni különböző információkkal a terhességünkkel kapcsolatban, de a saját szintjén, az életkorának megfelelően mindenféleképpen beszéljünk arról, hogy neki testvére lesz, tehát készítsük fel, amennyire lehet, meg amennyire tőlünk telik erre az egész dologra, ami történni fog tulajdonképpen a családban. Tudom, hogy sokan vannak olyanok, akik például ultrahangra vagy orvosi vizsgálatokra is viszik magukkal a gyermeket, és próbálják ezekbe a dolgokba is bevonni. Én azt gondolom, hogy van az az életkor, amikor már el lehet vinni egy ilyenre, és mondjuk érdekelheti. Én úgy gondoltam, hogy másfél évesen nem biztos, hogy ez érdekli az én lányomat, ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy Lili már másfél évesen sem volt az az egy helyben ülő gyerek. Ő nem bírt volna ki egy ultrahang vizsgálatot, ami ugyebár nem 5 perc, és ott azért csendben kell lenni, meg nyugalomnak kell lennie. Úgyhogy én nem vittem magammal ultrahangvizsgálatokra, meg orvosi vizsgálatokra. Nyilván más az az eset, amikor nem tudod senkivel otthagyni a gyereket, és ezért viszed magaddal, de én ugye gyakorlatilag mindig a férjemmel hagytam itthon, vagy ha olyan volt, akkor anyukámmal. Ezt nyilván mindenki maga érzi, hogy az ő gyereke milyen, hogy hogyan viselkedni egy ilyen vizsgálaton, hogy egyáltalán érdekelheti-e az, ami ott történik. Szerintem ez inkább egyébként nagyobb korban lehet érdekes. A Vincével való terhességet teljesen máshogy éltem meg, mint annó Lilivel. Nyilván sokkal kevesebb idő volt arra, hogy csak úgy leüljek és simogassam a hasamat, meg figyeljek a baba mozgására, meg úgy egyáltalán az egész terhességre sokkal kevesebb figyelmet fordítottam, hiszen ugye itt volt már Lili, aki tényleg mindig pörgött. Ne legyen emiatt lelkiismeret furdalásotok, mert szerintem ez abszolút normális, és nincs ezzel semmi baj. Én általában este, amikor már Lili elaludt, akkor így nyugiban leültem, és egy kicsit így próbáltam befelé figyelni, meg a babára figyelni, de napközben ilyesmire nem nagyon jutott idő. Egy ideig emiatt lelkiismeret furdalásom volt, de aztán úgy elengedtem ezt a dolgot. Ahogy mondtam, azért az őszintjén próbáltam bevonni a terhességembe, meg a babavárásba. Nyilván az ilyen főbb történéseket megosztottam Lilivel is, amikor úgy jobban mozgott a baba, akkor odahívtam, hogy tegye oda a kezét a hasamra, de nem vitte túlzásba, tehát ő nem volt az a pocaksimizős, állandóan odabújós és hasat puszilgatós gyerek, néha azért odajött, de én nem akartam ezt így erőltetni neki, csak amennyire ő szerette volna csinálni. Ahogyan közeledett a szülés időpontja, kezdett egyre több aggodalom és kételj feltörni bennem azzal kapcsolatban, hogy hogyan is lesz majd a két gyerekkel, hogyan jönnek majd ők ki egymással, meg én hogyan fogok boldogulni velük. Ez teljesen normális, tehát ahogyan az első gyerek születése előtt is tele vagyunk különböző félelmekkel, meg aggodalmakkal, úgy a második vagy többedik gyereknél is megvannak ezek, bár nyilván ott már másféle aggodalmak jönnek elő. Azt én biztosan tudtam, hogy nem szeretném, hogy Lili bejöjjön majd a kórházba meglátogatni minket, és ennek több oka is volt. Egyrészt az, hogy én a SOTE 1-es női klinikán szültem, és ott nem igazán ideálisak a látogatási körülmények, ott nagyon szigorúan veszik ezt az egész dolgot, egy nagyon szűk folyosó van, oda torul ki mindenki, babástul mindenestül együtt, viszonylag hideg is van a folyosón, én ugye márciusban szültem, ilyen kényelmetlen hideg padokon lehet ücsörögni. Szerintem Lili maximum 10 percet bírt volna ki, utána elkezdett volna rohangálni, tehát nem tudtunk volna nyugodtan beszélni egy pár szót a férjemmel. Illetve szerintem Lili nagyon-nagyon nehezen viselte volna azt, hogy bejön hozzám látogatni, és aztán utána meg el kell szakadnia tőlem, és biztos hatalmas sírásban tört volna ki, és ezt nem szerettem volna, úgyhogy megbeszéltük a férjemmel, hogy Lili nem fog bejönni a kórházba meglátogatni minket. Egyébként 3 napot voltunk bent, szóval én azt gondolom, hogy ez így teljesen jó volt. Közben beszéltünk FaceTime-on, telefonon, tehát láthatott engem is, meg Vincét is.
így azért mégsem az volt, hogy eltűntem 3 napra, és semmit nem tud rólunk. Egyébként, amíg bent voltam Vincével a kórházban, addig Lili anyukáméknál volt vidéken, illetve ott volt a férjem is abban a 3 napban, úgyhogy így teljesen jó volt, mert tényleg olyan helyen volt, ahol szeretik. Abszolút nem viselte meg őt ez a 3 nap így, hogy én nem voltam ott. A hazajövetelre készültünk, mert több helyen is olvastam azt, hogy amikor ugye az anyuka hazajön a kicsivel a kórházból, akkor a baba a testvérnek hoz valamilyen ajándékot, és akkor ezzel kedveskedik neki az első találkozáskor, és én ezt egy nagyon jó ötletnek tartottam, lehet, hogy ezzel nem mindenki ért egyet, de én úgy gondoltam, hogy ez egy olyan gesztus, ami tetszeni fog Lilinek. Vince kis takarója alá elrejtettük azt a plüsmiki egeret, amit már rengeteg videóban láthattatok, és amikor hazajöttem Vincével, akkor itt volt Lili, és mondtam, hogy vegye le Vince takaróját, és akkor ott volt a takaró alatt Miki egér, és ugye elmondtuk, hogy ezt a kistestvérétől kapja, és nagyon-nagyon örült neki, azóta is imádja Miki egeret, szóval ez egyébként egy nagyon jó ötlet volt. Szerintem ez egy ilyen kedves kis gesztus, itt nem is feltétlenül az ajándék nagysága vagy miensége a lényeg, hanem hogy valami kis apró meglepetést kap a testvér a picitől. Szóval hazajöttünk a kórházból, Lili nagyon örült az ajándékának, nézegette Vincét, de úgy különösebben nem tudott vele mit kezdeni, és igazából az első néhány napban Lili gyakorlatilag nem foglalkozott Vincével, tehát olyan volt, mintha nem is lett volna itt Vince. Jó, mondjuk evett meg aludt, tehát úgy nagyon nem azt mondom, hogy nem lehetett észrevenni, hogy itt van, de Lili számára olyan semleges volt, és igazából nem nagyon foglalkozott vele, ami nekem egy kicsit fájt, mert mindenhol azt láttam, hogy hazaviszik a kisbabát a kórházból, és a nagyobbik gyerek meg ölelgeti, puszilgatja, meg nem tudom én mi szeretgeti, nálunk meg szinte semmilyen nem volt, de örültem neki, hogy legalább nem bántja. Úgyhogy ez az egy jó dolog volt az egészben. Aztán néhány nap után volt az, hogy akkor már úgy elkezdte megnézegetni, meg úgy oda ment hozzá, mikor aludt, és elkezdte érdekelni, hogy van itt egy baba tulajdonképpen, de még mindig nem szeretgette, vagy nem puszilgatta. És gyakorlatilag eltelt így az első pár hét, és utána volt az, hogy elkezdett kibontakozni Lili féltékenysége. Ez különböző dolgokban nyilvánult meg, nem tetszett neki, amikor szoptatom Vincét, mindig akkor jött oda, hogy csináljunk ezt, meg csináljunk azt, amikor nem nagyon tudtam más csinálni, mert éppen szoptattam. Illetve olyan dolgokat csinált, amiket korábban nem csinált, úgyhogy én annak tudtam be, hogy valószínűleg így jön ki nála ez az egész féltékenység. És igazából ez a féltékenység ez azóta is megvan, viszont most már azért egy 2-3 hónapja szokta szeretgetni is Vincét. Igen, ez körülbelül 2-3 hónapja van. Tehát nagyjából Vince egy éves korában érkezett el az a pont, hogy Lili elkezdte szeretgetni is Vincét. Addig nálunk gyakorlatilag nem nagyon volt ilyen, hogy magától oda menjen Vincéhez, és megpuszilja, vagy megsimogassa. Olyan volt, hogy én mondtam, hogy menjél, adj egy puszit Vincének, és akkor oda ment és adott. De ez kb. Ilyen parancsszóra teljesített valami volt, magától ezt nem nagyon csinálta, és ezt nekem nagyon-nagyon nehéz volt feldolgozni. Azok a képek, amiket itt-ott látok hasonló korkülönbséggel testvérekről, hogy szeretgeti a nagyobbik a kicsit, meg babusgatja. Szóval ezek a képek nagyon nem segítettek a lelkiállapotomon, és nem értettem, hogy nálunk miért nincs ez így. Egyébként azt fontos megjegyeznem, hogy Lili soha nem volt az a babusgatós típus, tehát ő például nem babázott, a mai napig nem babázik. Tehát nem igazán szereti ezeket a lányos játékokat, és hát így az öccsét sem nagyon babusgatja. Aztán ami még szintén egy ilyen változás volt Lili viselkedésében, amit én így a testvér
érkezésére vezettem vissza, az az, hogy Lili kezdetektől a saját szobájában, az ágyikójában aludt, ő nem aludt soha köztünk, nem azért, mert mi nem akartuk, megpróbáltuk, de se neki, se nekünk nem jött be, ő tök jól elaludt az ő saját ágyában, viszont néhány hónappal ezelőtt elkezdett átvándorolni hozzánk éjszaka, biztos vagyok benne, hogy ezt is, ez a nagy változás, hogy neki született egy testvére, hogy ez váltotta ezt ki belőle, és nem is akartam úgymond semmilyen módszerrel leszoktatni erről, hogy ő átjárkál hozzánk, úgy voltam vele, hogy előbb-utóbb erről valószínűleg le fog majd szokni. Hát ez nem történt még meg a mai napig, jelenleg úgy néz ki a dolog, hogy lefekszik este a saját ágyában, én odaülök mellé, megvárom, amíg elalszik, és általában olyan 11 és 1 óra között valamikor szokott átjönni közénk, és onnantól kezdve ott alszik reggelig, ami nem egy túlzottan kényelmes dolog számunkra. Egyrészt, mert nem túl nagy az ágyunk, másrészt pedig hiába jön ki a férjem a nappaliba aludni, amikor Lili átjön közénk. Lili ettől függetlenül mindig teljesen rám tapadva alszik, és néha rugdos álmában, szóval nem igazán pihentető így az alvás. De azt hiszem, még várok ezzel az egésszel egy kicsit, és reménykedem benne, hogy előbb-utóbb ez kifut majd magától, neki most erre van szüksége, ez ad neki biztonságot, úgyhogy én nem akarom erről erőszakkal leszoktatni egyelőre. A testvérféltékenység egyébként nagyon különböző módokon nyilvánulhat meg, ez attól is függ persze, hogy hány éves a nagyobbik gyerek, de például ilyen lilikorú gyerekeknél esetleg újra előfordulhat az, hogy mondjuk ő is pelenkát kér, vagy mondjuk újra szopizni akar, vagy például cumis üvegből inni, amit mondjuk már régen nem csinált, vagy ő is cumizni akar. Most már eljutottunk oda, hogy nem csak Lilinek vannak ilyen féltékeny megnyilvánulásai, hanem Vincének is. Vince 16 hónapos, és most már azt csinálja, hogy amikor például Lili az ölemben ül, mert mondjuk csinálom a haját, akkor odajön a lábamhoz, és elkezd sírni, és elkezdi kitúrni Lilit az ölemből. Na most én ilyenkor rászoktam szólni Vincére is, ahogyan mondjuk Lilire is rászólok, hogyha elvesz Vincétől egy játékot, úgy Vincére is rászólok, és én ezt nagyon fontos dolognak tartom, hogy ne az legyen, hogy a kicsi mindent megcsinálhat, meg mindent megengedhet magának, mert ő a kicsi, hanem ugyanúgy szóljunk rá a kisebbik gyerekre is bizonyos dolgokért, hogy ne érezze azt a nagy folyamatosan, hogy mindig csak ő rászólnak, és közben meg a kicsinek mindent lehet. Ezen kívül nagyon fontosnak tartom azt is, hogy legyünk megértőek és türelmesek a nagyobbik gyerekkel. Akárhány éves is legyen, az egy nagyon nagy változás, hogy neki születik egy testvére. Hiszen egészen addig egyedül volt ott, minden figyelem ráirányult, mindig vele foglalkoztak, úgymond egyeduralmon volt, és ezt most értsétek jól, és egyszer csak valaki bejön a képbe, aki úgymond megszakítja ezt az egyeduralmat, és bizony ehhez idő kell, hogy ezt feldolgozza. Van olyan gyerek, akinek ehhez kevesebb idő kell, de van olyan is, akinél ez egy hosszabb folyamat, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ebben a folyamatban mi segítsük őt, és legyünk vele megértőek. Szintén nagyon fontos dolognak tartom, és nagyon lényeges szerepet kaphat a testvérféltékenység kezelésében, az, hogy töltsünk külön minőségi időt a nagyobbik gyerekkel, és most nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy el kell vonulni fizikailag is külön. Nem feltétlenül tudja mindenki azt megtenni, hogy a picit otthagyja és elmegy valahova a nagyobbik gyerekkel. Az is elég lehet, hogyha mondjuk amíg a kicsi alszik, addig tényleg valamilyen olyan dolgot csináljunk a nagyobbik gyerekkel, amikor csak ráfigyelünk, csak vele foglalkozunk, teljesen mindegy, hogy ez milyen tevékenység, a hangsúly azon van, hogy minőségi időt töltsünk vele, hogy érezze azt, hogy éppen akkor csak vele foglalkozunk, csak rá fókuszálunk, csak rá figyelünk. Ez szerintem borzasztóan fontos. És ami még szerintem fontos lehet, bár ez talán inkább a magunk szempontjából, nem feltétlenül a gyerekek szempontjából, az az, hogy fogadjuk el azt, hogy olyan már nem lesz,
mint az első gyerekkel. Tehát amikor ő pici baba volt, nem lesz már olyan csend és nyugalom, mint az első gyereknél volt, amikor még csak egyedül volt, hiszen most már ott van egy másik gyerek is, aki adott esetben zajong, akivel foglalkozni kell, akinek különböző igényei vannak, amiket ki kell elégíteni, tehát emiatt nyilván a picire is megosztott figyelem irányul, hiszen ott van már egy nagyobbik gyerek, akivel szintén foglalkozni kell, de szerintem nagyon fontos, hogy emiatt ne érezzünk frusztráltságot, mert ez természetes. Megosztott figyelmet kap a nagyobbik is, emiatt, hogy ott van már egy pici, ugyanakkor a pici baba is megosztott figyelmet kap, tehát ő már nem kap olyan jellegű figyelmet, mint amikor a nagyobbik gyermek kisbaba volt. És nagyon sokan éreznek emiatt lelkiismeretfurdalást, és én is éreztem emiatt lelkiismeretfurdalást, de aztán rájöttem, hogy ezt egyszerűen el kell engedni, és annyit tudok tenni az ügy érdekében, hogy megpróbálok külön-külön is minőségi időt tölteni velük, de azt egyáltalán nem tartom okos dolognak, hogy mondjuk a naggyal állandóan veszekedjünk amiatt, hogy a pici alvás idejében ő zajong. Mármint nyilván rászólok a nagyobbra, hogy ne zajongjon, és értse azt meg, hogy a pici most alszik, és próbáljon meg csendben lenni, vagy legalábbis ne legyen annyira hangos, de nem várhatom azt el tőle, hogy minden egyes alvás időt ő síri csendben végigüljön. Közben Vince felébredt, de egy nagyon fontos dologról nem beszéltem, és ez az ideális korkülönbség. Lili és Vince között 2 év és 2 hónap van, ugye ez amiatt is lett ennyi, mert ahogyan korábban mondtam nektek, az én orvosom azt mondta, hogy a két szülés között 2 évnek kell eltelnie. Ugye az első szülésem császármetszés volt, és a második is. Mivel ő ezt javasolta nekem, és én bíztam benne, ezért én nem is szerettem volna ennél hamarabb szülni. Én mondjuk egyébként is azt szerettem volna, hogyha nagyjából 2-3 év korkülönbség van a gyerekeink között, de ettől függetlenül azt gondolom, nincs olyan, hogy ideális korkülönbség. Minden család más indokok és szempontok alapján dönthet abban, hogy ők mikor szeretnének egy újabb gyermeket. Vannak, akik azt gondolják, hogy nekik az az ideális, hogyha 5 év van a gyerekek között, van, aki már csak akkor vállal egy újabb gyereket, hogyha a nagyobbik iskolás, valaki szeretné, hogyha minél kisebb korkülönbséggel kvázi együtt nőnének fel a gyerekek, minden korszaknak megvan a maga problémája, úgymond, amivel foglalkozni kell egy gyerek életében, és nem feltétlenül lesz könnyebb mondjuk attól, ha a nagyobbik gyerek már iskolás, és csak akkor jön a testvér, de az is lehet, hogy igen. De valakinek meg az a könnyebb, hogyha minél hamarabb túl van ezen a szoptatós, pelenkázós korszakon mindkét gyereknél, és nem kell x év múlva újra éjszakázgatnia. Szerintem ezt mindenki maga látja, hogy neki hogy a jó, nekik mi az ideális, és szerintem nem kell egymásnak megmondani a tutit ezügyben, hogy már pedig az a jó, hogyha kis korkülönbséggel szülsz, vagy nagy korkülönbséggel. Ezt mindenki úgy is maga érzi. Itt álljunk meg egy pillanatra, mert hogy miután felvettem ezt a videót, eszembe jutott még néhány nagyon fontos tanács, amiket elfelejtettem megemlíteni, úgyhogy ennek a videónak a kiegészítéseként írtam egy blogbejegyzést, amiben olvashattok még néhány hasznos tippet és tanácsot a videóban elhangzott témákkal kapcsolatban. A blogbejegyzés linkjét megtaláljátok a videó alatt, szerintem mindenféleképpen érdemes elolvasni. Én azt hiszem, hogy ezek voltak a legfontosabb dolgok, amiket el akartam mondani. Egyéb hasznos tanácsot egyelőre nem nagyon tudok adni, hiszen ugye nagyjából 16 hónapja van 2 gyermekünk, és szerintem az izgalmas dolgok és a konfliktusok azok ezután jönnek majd, hiszen ahogy Vince is egyre inkább cseperedik, és egyre inkább tudatosan és aktívan csinál dolgokat, úgy fognak majd kialakulni különböző konfliktusok is közöttük. Arra szeretnélek kérni titeket, hogyha van bármilyen tanácsotok,
tapasztalatotok a témával kapcsolatban, vagy egyszerűen csak szeretnétek kifejteni a véleményeteket, akkor mindenféleképpen írjátok meg kommentben, mert egyrészt engem is nagyon érdekel, akár az, hogy mi várhat rám mondjuk a későbbiekben, illetve biztos vagyok benne, hogy a többi anyukának is, akár ott, ahol már van kettő vagy több gyerek, vagy esetleg most várják a másodikat, vagy tervezik, hogy szeretnének egy másodikat, szóval biztos vagyok benne, hogy mindenkinek hasznosak és érdekesek lesznek ezek a kommentek. Hogyha tetszett ez a videó, akkor nagyon örülnék neki, hogyha nyomnátok egy lájkot, illetve hogyha még nem iratkoztatok fel a csatornámra, de tetszik nektek az, amit csinálok, akkor nyomjátok meg a feliratkozás gombot, illetve kapcsoljátok be a kis csengőt, mert akkor mindig kaptok értesítést, hogyha új videót töltök fel. Nagyon köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!